A szemüveglencséket gyártó Hoya ZRT a Mátészalkai Ipari Parkban jelenleg 1000 főt foglalkoztat, most is további 47 dolgozóra lenne szükségük. Heti rendszerességgel van munkafelvétel, de jó munkaerőt nehéz találni, pedig többnyire betanított munkáról van szó. Ettől függetlenül a vezérigazgató helyettes elmondása szerint fontos, hogy a dolgozók alapvető számolási készségekkel, intelligenciával rendelkezzenek, mivel félautomata, automata gépekkel is kell dolgozniuk. Heti szinten olyan 5-10 embert fel tudunk venni, ez adódik abból is, hogy a folyamatosan bővül a létszámunk, illetve a fluktuációt ugye pótolnunk kell folyamatosan, és azzal szembesülünk, hogy ez a heti 5-10 ember ez azért nem jön össze minden héten. Nyírbátorban 10 éve erősödik a gazdaság, folyamatosan bővítenek az ipari parkban letelepült cégek. A repülő alkatrészek gyártásával foglalkozó Dealer Cabin Hungary Kft. Például tavaly év végén adta át új üzemcsarnokát, amivel fokozatosan duplájára növeli a foglalkoztatotti létszámot. Ezzel párhuzamosan növekszik az ipari parkban a munkaerőigény is. Már 4 éve érzékelhető, hogy elsősorban a műszaki szakemberek területén, de a szakképzettséget nem igénylő munkaerőpiacon is nagy a hiány a cégeknél. A legnagyobb probléma természetesen az, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a megoldást, amivel ezt a problémát orvosolni lehet, hiszen az iskolából kijövő generációt nagyon gyorsan felszippantja az itt működő vállalatok. Szerencsére, azt kell mondjam, hogy szerencsére a városban és a térségben folyamatosan nő a munkaerőigény. Most is egy új német betelepülő cég jelent meg a városban, aki éppen ezen a héten kezdte meg a termelését egy bérelcsarnokban, aki tovább feszíti ezt a munkaerőpiaci helyzetet. A nyírbátori vállalatok folyamatosan bővülnek, és ez azt jelenti, hogy mind a betanított munkaterületén, mind a szakképzett munkaterületén egy folyamatos, évről évre növekvő, hónapról hónapra folyamatosan megjelenő új munkaerőigény van, amit a piac nem tud kielégíteni. Nyírbátor polgármestere szerint a probléma megoldásához olyan oktatási rendszert kell kialakítani, amely segít a fiataloknak és azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik szakképzettséggel el tudnának helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Az elmúlt évben közel 1000 új munkahely jött létre a városban, aminek a feltöltése most is folyamatban van. A mostani megállapodások szerint a következő években is mintegy 600 munkahely jön létre az ipari parkban, ami azt jelenti, hogy havonta akár 50-100 fő felvételét is tudják majd biztosítani ezek a multinacionális vállalatok. Nyírbátorba 64 településről érkeznek a dolgozók, ők szervezetten buszjáratokkal jutnak el a munkahelyükre. Ám mivel ez a sok utazás megterheli a munkavállalókat, a város vezetése azt tervezi, hogy új lakóparkot építenek, ahol lakások vásárlására és bérlésére is lesz lehetőség.